A Becsey 1918 ifjúsági futballklub az elmúlt szombaton hazai pályán 5-2-re legyőzte a Zombori Rádnicski 1912 csapatát. A 27. forduló mérkőzése, amit a Tisza melletti városi stadion pályáján játszottak, igazi baráti és fair play hangulatban zajlott. Rengeteg lehetőség, egy sárga lap és 7 gól jellemezte a Becsey Rádnicski mérkőzést. A meccs első gólját a zomboriak szerezték meg a 13. percben. A pirosak gólszerző listájára Pjosta iratkozott fel. Az óbecseiek rövidesen összeszedték erejüket, és a 28. percben Krajinovicsnak köszönhetően kiegyenlítettek. A mérkőzés első félidejének végéig a kékfehéreknek sikerült ismét a hálóba juttatni a labdát, és a 41. percben 2-1-re a saját javukra fordítani az állást, szintén Krajinovics jóvoltából. A játék második félidejében az 57. percben Niemcsevics 3-1-re szépít. 6 perccel később Krajinovics eléri mesterháromasát. Zombor csapatának sikerült a 65. percben Vémicsen keresztül csökkenteni a gólkülönbséget 4-2-re. Az 5-2-es végeredményt pedig Niemcsevics szerezte második góljával ezen a meccsen, a 74. percben. Ez a győzelem után elégedettek lehetünk, rosszul és gyengén indítottuk a meccset, minden agresszió nélkül, majd miután gólt kaptunk, elég gyorsan helyre jöttünk az első félidő végéig. Megbeszéltük, hogy a második félidőt is ugyanilyen ritmusban folytatjuk, ezt a fiúk be is tartották. Gratulálok nekik a győzelemhez, a Rádnicski csapatának pedig minden jót kívánok a bajnokság folytatásában. A következő 28. fordulót már szerdán játssza a csapat. Az óbecseiek ugyanis Szent Hubertre utaznak, ahol a Kozara csapatával mérik össze erejüket, majd szombaton a Tisza melletti városi stadionra várják a Perlaszi Vojvodina játékosait. Függetlenül attól, hogy vendégszereplünk vagy hazai pályán zajlik a meccs, a mi játékstílusunk már ismert, és függetlenül attól is, hogy kik az ellenfelek, akik ugyan most a tabella alján állnak, mégis nehéz mérkőzésekre számíthatunk, hiszen most mi vesszük át a favorit szerepét. Úgyhogy ellenfeleinknek nincs vesztenivalójuk, tehát mindent bele fognak adni, ezért nekünk nem lesz könnyű dolgunk. Bízom benne, hogy a fiúk szerdáig kipihenik magukat, visszatér néhány sérült játékosunk, és néhányan azok közül is, akik büntetőlapokat kaptak. Úgyhogy felkészülten fogjuk várni az előttünk álló két mérkőzést.